Gyurcsány Ferenc a vendégünk, a DK elnöke. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Az összes egyéb témánktól meglehetősen távolról indítok, de időben viszont igen közel, az Együtt Budapesti elnöke volt a vendégünk fél órával ezelőtt, és szóba került az, hogy a DK az a párt az ellenzéki oldalon, amelyik tiltakozik a előválasztás, a baloldalon létrejövő előválasztás ellen. Én úgy emlékeztem, és mondtam, hogy szerintem nem tiltakoznak, de mondtam, hogy majd megkérdem, hogy jól emlékszem én erre. Talán éppen múlt héten adtam egy interjút a Népszabadságnak, ahol ezt a kérdést föltették, és azt az egyszerű és lakonikus választ adtam, hogy nekünk minden jó. Szóval a politikai technikákról én őszintén szóval nagy hívvel nem vitatkoznék. Az is rendben van. A fontos az a végeredmény, hogy álljon fel egy demokratikus alternatíva emberekkel, tartalommal, szeret együttműködéssel, nekem semmi kifogásom nincsen. Persze nézve, hát nem vagyok én bolond. Izgalmat az kelt, ha van kettő vagy három esélyes miniszterelnök jelölt is, közülük kell választani. Az megmozgatná a mi oldalunkat biztos, hogy valamelyik választókerületben ki legyen a több lehetséges jelölt közül, hogy ez okoz-e nagy politikai aktivitás, ezt nem tudom, de én semmi jónak nem vagyok az elmondani. Hát lehet, hogy a helyieknek az fontos, hogy őket kiképviseli majd. Lehet, azért mondom, hogy ez lenne nincsen bennünk elzárkózás egyáltalán. Azt mondja, hogy 2-3 miniszterelnök jelölt van. Lehet 2-3 miniszterelnök jelölt? Lát ilyet a piacon? Hát azt gyanítom, hogy a mi oldalunkon lévő pártok vezetőinek a fejében legalább egy van, hogy az enyémben is van legalább egy. Aki nem én vagyok. Mert meg fogja kérdezni. Úgy is tudom, hogy meg fogja kérdezni. Nem én vagyok. Hát ez nyílt a szám erre a kérdésre. Ez így van? Igen. És DK-s? Vagy DK-tól független miniszterelnök jelölt van a fejében? Hát ha úgy kérdez, hogy erősen szervezeti kötődésű, akkor nem. Nem. Hát nem mondjuk valamelyik helyettesemre gondoltam ebben a dologban. És nem is gondolnám, hogy MSZP-sre. Azt hiszem, na jó, mert nem találgatok, mert úgysem fogja megmondani. Viszont akkor menjünk a felé, ami igazából most mozgatja a közvéleményt, nagy valószínűség, ez az október 2-a. Ez a jelek szerint olyan súlyú dátummá vált a jelen történetében, mint hogyha valami nagy történelmi esemény előtt állnánk. A Fidesz igen magasra emelte a tétet, évszázadokra dől el Magyarország sorsa, és európái is ettől az október 2-i népszavazástól. Ön erről mit gondol? Hát, hogy van történelmi súlya a népszavazásnak, ebben egyetértek. Néván nem évszázadokra. Ön sem, én sem nem találkozunk már menekült nyomással Magyarországon, nem mi vagyunk a célország, Európának van ilyen problémája, döntően Németországnak, Svédországnak. De hogy egy Európával együttműködni akaró Magyarország lesz-e, vagy inkább bezárkozó, a félelmei által irányított, vagy sem, hogy egy népszavazás megerősíti a miniszterelnököt elmúlt 6 éves politikájában, vagy 10 év után először azt mondja, hogy eddig és ne tovább, ebben az értelemben van súlya. És hát mint minden kampány végén, a nézők is, még mi is lassan szeretnénk, ha vége lenne, és kiderülne az igazság. Ez minden kampányra igaz valóban. A kampány súlyát emeli az is, hogy már megint erről van szó. A Németh Szilárd egyenesen tudni véli, hogy konkrétan Brüsszel finanszírozza önt is, meg a DK a kampánnyal kapcsolatos tevékenységét is. Hát ugye én természetesen a Fidesz vezetőnek fejében ott vagyok minden utlasarkon, tehát én nagyon nem lehet. Ez egy jó érzés? A megkerülhetetlenség érzése? Hát nézze, ennél csak egy rosszabb lenne, hogyha az ember jelentéktelen lenne az ellenfelei szemében. De nagyon röviden tudunk mi tiszta vizet önteni a pohárban. Saját költségvetésünkből nagy erőfeszítéssel olyan 10-12 milliót költünk a kampányra. Az Európai Parlamentben levő képviselőknek, mindegyik képviselőknek, a fideszes képviselőknek is van saját költségkeret a politikai tevékenységük végzésére. A fizetésükön túl. És a mi két képviselőnk, Niedermüller Péter és Molnár Csaba nagyon takarékosan bánt ezzel, és megkérte a parlamentnek az engedélyét, hogy ebben a kampányban maradj otthon, maradj Európában, hogy ez a DK-nak a jelszava, ebből 6 kölcsön, egy 40 ezer eurót találni, olyan 10-12 millió forintot. Ott is van az SND frakció, a Szocialisták és Demokraták Európa Parlamenti frakciójának a logója. Nem volt nehéz rájönni a Németh Szilárdnak, ha tud olvasni, és érti ezt a logót, akkor tudta, hogy persze, hát kötelező rá kitennünk. Nézd, hát mi azt mondjuk, hogy a főtét persze már abszolút nem a menekült kérdés. Robert Fico, az Európa Tanács soros elnöke éppen tegnap mondja, hogy nincs kötelező menekült kóta. Túl vagyunk ezen a kérdésen.
számomra is a fő kérdés, hogy ez egy európai mentalitású gondolkodású ország lesz, vagy sem, az Európai Parlament meg azt mondta, hogy a ti pénzetekből költhettek ezekre a plakátokra. Hát ennyi a történet. Azt mondja, hogy Orbán Viktornak le kell mondani, hogyha nem lesz érvényes az október 2-i népszavazás, de hát ő nem azt kérdezi, mint ahogy ön említette az előbb azt is, hogy a 10 év után Orbán Viktornak le kéne vonni valamiféle következtetés, hogyha nem lesz eredményes, de nem azt kérdezi az emberektől, hogy jó miniszterelnök vagyok-e, hogy a programomat jól hajtom-e végre, ettől egy egészen független, ettől egy elváró kérdést tesz fel az embereknek. Ebből következik az, hogy az ő teljes politikája bukna meg? Szóval ha én jól értem ennek a politikai kormányzati ciklusnak a fő tartalmát, akkor alapvetően most nem beszélek pénzről, meg vagyonról, meg korrupcióról, az egy nagy csomag, de alapvetően ez az európai orientációnak a megkérdőjelezése, ha úgy tetszik, szembefordulás Berlinnel, Rómával, Párizsal is nem folytatom. Ha a saját maga által kezdeményezett népszavazásom a legfontosabb politikai kérdésében, a saját törvényei szerint, mert ugye ez a népszavazási törvény, mert az ő törvényük vereséget szenved, az egy nagy pofon. Na most nem vagyok ám én naív, tehát azt mondom, hogy ilyenkor leszoktak mondani, mint David Cameron Nagy-Britániában, a szintén európai tartalmú népszavazás elbukása után, azt nem gondolom, hogy le fog mondani a miniszterelnök, de hogy ez az elmúlt 10 év legnagyobb veresége lesz az ő számára, az ellenzék számára, amit nagyon remélek pedig az első komolyabb győzelem, ezt hiszem meg fog rendülni a miniszterelnök leválthatatlanságába vetett jobboldali hit, és mindig az az első út bukás felé, én már csak tudom mondhatom magának. Hát egyfelől nem már csak tudhatja, másrészt pedig a népszavazás után ön sem mondott le, ugye, amikor az a bizonyos 2008-as népszavazás lezajlott. Abszolút, igaza van, és jól emlékszik, és csak valamit változtat ennek a kijelentésnek az értelmezésén, hogy le akartam mondani, ebben egy érdemi vita volt akkor a szocialisták vezetésében, ha jól emlékszem, ketten támogattuk ezt a javaslatot, hogy akkor legyen előadott választás Újhely István és én. Mert tényleg azt gondoltam, hogy annak a reformpolitikának ez lényegében a végét jelentett. Tehát utána jöttek ezek a puha reform szövegek, amitől elégedetlenek voltak persze nagyon sokan. De hát meg a nincs mese. Szakadás. És az a koalíció szakadás. Nincs mese, most bárhogy is történik, szimbolikusan ilyenkor megbukik a miniszterelnök a saját maga népszavazásán, hogy aztán milyen következtetéseket fog ő levonni, persze. Meg is... tud bukni. Azért kérdezem, mert most teljesen mindegy más olvasatban, hogy 4 millió 100 ezeren vagy 3 millió 900 ezeren mennek el, hogyha 90%-uk azt mondja, hogy nem. Abszolút ezt akartam önnek mondani, hogy ön is, meg én is tudjuk, hogy a résztvevőknek túlnyomó nagy része, hogy ez 80 vagy 90%, azt fogja mondani, hogy igen, a kormánynak igaza van. De mégiscsak a miniszterelnök nem egy reprezentatív felmérést akart itt végezni, azt meg tudtuk volna oldani 10 millió forintból. Ő választott egy politikai eszközt, ha úgy tetszik, politikai fegyvert. Kihívást intézett az országhoz, meg az ellenzékhez. Ő mondhatja, hogy a többség engem támogat, az ellenzék nagyon helyes azt mondani, hogy igen, szerint te mondtad, vagy ön mondta, miniszterelnök úr, a nép akarat legitim kifejezése az érvényes népszavazás. A nép akarat azt mondta, hogy magának nincs igaza. Viszont látást a miniszterelnök úr. Lesz itt értelmezési vita, tehát azt tudom mondani, ha érvénytelen lesz a népszavazás, ma inkább azt érzem a sikereimben, ne legyen kétségünk, azt fogja mondani este, hogy győztem. Az ellenzékben nagyon helyes azt fogja mondani, hogy veszített miniszterelnök úr is megbukott a politikája. Mi következik bármiből is? Ugye azon megy a vita hónapok óta, hogy közjogi értelme nincsenek a népszavazásnak. Politikai értelme, ha Orbán Viktor székében ülne, tudná használni valamilyen politikai célra, akár külpolitikai célra, azt, hogy ez a népszavazás megtörtént? Ha érvényes, akkor igen, akkor felettébb. Ha nem érvényes, akkor sokkal kevésbé, vagy alig. De ha érvényes, akkor mire? Mert az is az állandó vádak közé tartozik, hogy Brüsszel semmire nem kötelezi. De ez egy igaz állítás, mert valóban nem kötelezi semmire sem. Hiába fogad el a magyar parlament bármilyen határozatot, hogyha az a alapszerződés, az európai alapszerződéssel szemben van, nincsen neki nemzetközi jogi következménye, ha csak Magyarország nem akar kilépni az EU-ból. Ugye hát ez a logikának a vége. Nem is azt gondolom, hogy ebben a csatában neki brüsszeli külpolitikai céljai vannak. Másfél évvel vagyunk a következő általános választás előtt, hogyha akkor tartják, amikorra számítunk. Azt mondani, hogy nézzék, a magyarok többség engem támogat. Mögöttem van a magyar nép.
Nem kell változtatnom ezen a politikán. Ezben itthon nagyon erős stabilizáló erő, azt gondolom. Brüsszelben meg folytatni fogja ezeket a játékokat, de azért ennek érdemi és komoly súlya azon kívül, hogy egy troublemaker, egy bajkeverő a magyar miniszterelnök, hát nincsen. Ezekben az ügyekben általa is támogatottan, hozzáteszem, általa is támogatottan többségi döntést lehet hozni az államfők és miniszterelnökök tanácsában, az Európai Tanácsban. Nem Brüsszel dönt, a 28 állam és kormányfő dönt. Ha a magyar miniszterelnök ilyen típusú kérdésben alul marad, vagy akár van neki még két kollégája, mondjuk a szlovák meg a román, akkor is alul fognak maradni. Ez egy éppen olyan típusú döntés, mint a magyar parlamentben még egy sokszor ellenzékek alul maradunk. Nem mondhatjuk azt, hogy Budapest ránk erőltette az álláspontját. Hát a többség döntött, és hogy mondjam, nem tartunk népszavazást az én szülővárosokban, pápá, hogy kikérjük magunknak, hogy Budapest ne vegye el a mi jogainkat, hogy úgy nyugodtan. Mondja, akarok. Hogy bajkeverő miniszterelnök. De hát a bajkeverő miniszterelnök felrakta saját magát az európai térképre. Ha a bajkeveréssel, akkor szóhasználat kérdése, akkor a bajkeveréssel egy kicsit olyan, mint az általa egyébként nyilvánvalóan és nyilvánosan támogatott Donald Trump, akit az első pillanatban senki nem vett komolyan. Aztán most itt volt a Hillary Clintonnal folytatott vitája, és hát komolynak látszott. Tehát ha az ember emeli a tétet, néha az bejön. Ilyenkor mindig nem arról beszélgetünk, hogy politikailag ügyes a miniszterelnök vagy sem. Én el szoktam ismerni, hogy ez egy ügyes fickó. Ezt kitanult a politika csinyát, binyát, nincsenek skrupulusai. Annak kérdés, hogy ezt a tehetséget minden használja. Én, hogy mondjam, legitimnek tartom azt, hogy a miniszterelnök nem szereti az Európai Uniós együttműködést. De azt máskor, azt gondolom én meg a demokratikus koalíció, hogy kevés jobb dolog történt történelmietlenben Magyarországgal, mint hogy ennek az 500 milliós közösségnek a tagjai lettünk. Inkább abban támogatja a miniszterelnököt, hogy ő ennek a szétszedésén mesterkedjen, vagy képviselem azt az álláspontot, hogy hosszabb távon Európa Egyesült Államok kell. Ezen a ponton történelmi az a vetélkedés. Magyar miniszterelnök az európai szélsőjobb vezetője lett. Az egyik vezetője lett. Ez egy nagy teljesítmény, csak az a kérdés, hogy megbecsüljük-e ezt a teljesítményt történelmi értelemben, vagy inkább veszélyesnek gondoljuk. És ezt a szélsőjobbot úgy használjuk-e, mint ahogy korábban használtuk, hogy azonosítjuk a nácikkal, azonosítjuk a különböző fajelméleteket támogatókkal, vagy egyszerűen csak a palettára nézünk, és mondjuk így? Nem, én nekem nagyon sok vitám van azzal, amit tesz, de hát nem gondolom, hogy magyar miniszterelnök náci eszmék hirdetője lenne. Miközben persze, hogy a tömegesen embereket megbélyegzünk származása miatt, aminek úgyben ez is ott van. Miközben korlátozzuk a sajtószabadságát, miközben magunk alá vonjuk az összes független állami intézményt, akkor legalábbis azt mondhatjuk, hogy hát itt bizony önkény felé megy el ez a kormányzati magatartás, de nem, hát Magyarországon nincsen fasiszta kormánya, természetesen az többszörös túlzás lenne. De az emberi méltóság tiszteletében mondjuk úgy, hogy nagyon más gondol ő meg én. Azt mondja, hogy október 2-án jobb lenne túl lenni. Hát tulajdonképpen így kezdtük a beszélgetést. Mi lesz 3-án? Megvan a közleménye? Akármi is történik? Hát, hogy technikailag fogok válaszolni, azt mondom, hogy pénteken lesz a közleményünk. Ezt ígértük meg az elnökségnek, és nyilván este majd még farigcsálunk rajta. Hát tényleg a végeredményen múlik, de a legnagyobb probléma, és nem akarok itt korán reggel súlyos dolgokat mondani, hogy az, amit megtanultunk félelmet, az itt fog maradni. Hogyha félve nézünk egymásra, hogyha tele vagyunk görcsökkel, akkor hiába vagyunk a népszavazáson, itt marad egy olyan ország, amely nem bátrabban tekint a világra, önbizalommal teli, hanem tele félelemmel. Na most én még olyan sikeres embert nem láttam, aki a görcseiben élt minden nap. Én olyan sikeres országot sem láttam. Én ezt tartom az igazi következménynek, hogy tavaly 50%-nyian féltek mondjuk a menekültek világától, ma azt is soknak gondoltam, ez Nagy-Britániában 37, Németországban 42, találkoznak. Ma 80. Úgymond a közösség. Így van, ma 80 is. Itt fog maradni a lelkünkben, sokak lelkében az a félelem, és ma még csak a menekültektől félek, holnap én attól félek, meg attól félek, és nem merem tenni a dolgomat, hanem megyek mondjuk a kormány ölelő karjába, mert majd ő fog bennünket megvédeni. Szerintem ez a nagyobbik dráma, független attól, hogy mi a népszavazás kimenetele. Mondom még egyszer, szerintem el fog jutni. Bölcs dolog volt a DK részéről, hogy amikor történt a merénylet a két rendőrrel szemben, amelyről most már azért azt tudjuk, hogy nem dzsihadista száll, de erről majd mindjárt a következő beszélgetésben részleteket is
megtudunk tán, akkor a DK nem azt mondta, hogy mindenfajta a kormányt ebbe belekeverő gondolatot száműzzünk, hanem szinte ráerősített azzal a közleményével, hogy követeli, hogy álljon ki a kormány. Hát nem tudom, hogy magának ilyen érzései voltak szombat éjjel és vasárnap hajnalban, de hát nagyjából 20 óra múlott el, ugye? A merénylettől, hogy másnap este előállt a rendőrség, és valóban, hát ön is azt olvasta, mint én meg a nézők, hát mindenfajta őrült összeesküvés elmélettel volt el a közösségi média. Azt mondta, ha jól emlékszem, a mi közleményünk, hogy Kakuk Gyuri elnökségi tag kollégánk, hogy ha a kormány végre nem mondja el, hogy mit tudunk, hanem továbbra is el a némaság vagy tüdösítés marad, akkor nem tudunk másra gondolni, mint hogy valami ezekben a spekulációkban van. De egyébként tényleg azt gondolom, ilyen szituációban a rendőrséget támogatni kell a kormánnyal, nem kell párbajt vívni, meg kell találni az elkövetőt, és meg kell mutatni, hogy elfogadhatatlanak gondoljuk az erőszaktól bármilyen fajta megnyilvánulását. Köszönöm, hogy eljött. Köszönöm szépen.